Most pedig szeretnénk folytatni Isten igéjének a tanulmányozását, a mennyei édesatyánknak az üzenetét. Efézusi levél második rész, 11. részétől a 22. versig. Álljunk föl is, így kövessük Istenünk igéjét. Majd az ige olvasás, az imádság után a fiatalok, gyerekek az ő foglalkozásukra mennek majd el, ahol Isten igével foglalkozhatnak a ő korosztályuk szerint. Pál levele az Efezusiakhoz második rész, 11. versétől. Emlékezetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokba álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában megbékeltette mindkettőt egy testben, Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békeséget hirdetett nektek, a távoliaknak, és békeséget a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek mert ráépültek az apostolok és a próféták alapjára, a sorokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templom növekszik az Úrban, akikben ti is együtt épültök Isten hajlékával a lélek által. Úr Jézus, nincs meg számunkra az igét, a te lelked által, hogy a megígérted, szólj a szívünkhöz. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A gyermekeinket elengedjük a foglalkozásra. Pár perccel ezelőtt a földi családunkról volt szó, most pedig betoppanunk a mennyei családunknak az otthonába, amikor maga a mindenható, a teremtő, a mennyei atya tanít bennünket arra, hogy kik is vagyunk. A családban azt tanultuk meg, hogy itt a földön kinek születtünk. Nagyon hamar megtanultuk a nevünket, és értettük, amikor nekünk szólnak. Nagyon hamar megtanultuk a családi nevünket, a rokonainkat megismertük, ahova tartozunk. Amikor Jézus Krisztus által Isten családjába bekerülünk, akkor kezdjük felfedezni a lelki rokonságunkat a mennyei családunknak a tagjai, testvéreinket, barátainkat, lelki, akár szüleinket is ezzel együtt, mindazokat, akiket Isten adott számunkra, ahogyan a családban, amikor megszülettünk, senkit sem mi választottunk. Még a szüleinket sem, sem a testvéreinket, a rokonainkat sem kaptuk egy lehetőségként, egy ajándékként. Néha nagyon nehéz ezt így látni, de mégis ez a valóság. A mennyei családunk is így van, hogy nagyon sok testvér kaptunk. És ebbe a nagy családba, hát sok nehézség is történik, mint ahogyan a földi családunkban is vannak problémák, amiket meg kell oldanunk. Így a mennyei családunkban is megérteni azt, hogy mi által vagyunk mi egy család. Mi az, ami összeköt bennünket, hogy ne tévesszük össze, és ne legyen ebből egy olyan gondolat vagy gondolkodásunk, ami pont elválaszt azoktól, akiket Isten mellénk helyezett. Krisztus nélkül éltünk távol az Istentől, és így távol a menny dicsőségétől is. Innen indultunk el, Pál azt mondja, hogy erre vissza kell emlékeznünk, hogy Isten valami nagy dolgot tett velünk. Az igazi bűnünk az, hogy nem hiszünk Jézus Krisztusban. János Evangéliumában ezt olvassuk, hogy nem az a legnagyobb bűn, hogy hazudunk, csalunk, nem az, hogy ezek nem bűnök, ezek komoly bűnök. A legnagyobb bűn az alap dolog mégis az, hogy nem, hisznek, nem hiszünk Jézus Krisztusban. Maga Jézus Krisztus jelenti. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Hiszen ez választ el igazából a mennyei atyától. Ha hiszek Jézus Krisztusnak, hiszek Jézus Krisztusban valóban, ez a megnyílt út az atyához. A bűnökkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy rajta keresztül nyerhetek bűnbocsánatot. Nem úgy van, hogyha jobb ember leszek, akkor majd oda mehetek Istenhez. Ha nem hazudok annyit, csak nagyon ritkán, csak amikor éppen meg, tud, meg lehet magyarázni, vagy egy kicsivel kevesebbet leszek szeretetlen, akkor már akkor elfogadott leszek. Nem. Ezek fontos dolgok, hogy figyeljünk ezekre, de ettől még nem lesz az életem ott az Isten családjába, csak Krisztus által. És ezért az igazi bűn az, hogy nem hiszek Krisztusban. Ezen kell először változtatni. Ha még nem vallottad meg Krisztus uradnak, nem hívtad be az életedbe, akkor ma kell megtenni. Ez, ez az, amit nem szabad halogatni. Hiszen ettől függ, hogy ha most meghalnék, akkor a mennybe kerülök, vagy Istentől távol, amit Biblia egyetem pokolnak nevez. Hiszen az, ahol nincs ott Isten, ahol nem az ő szeretete uralkodik, az maga a pokol. Itt a földön is egyébként már. De valójában akkor is, amikor az teljes életünkre igaz ez. Jézus Krisztust elfogadni egy új életet jelent. Azt jelenti, hogy Isten elkezd munkálkodni bennünk, ahogy a megszületünk testileg, úgy születünk meg Isten szent lelke által egy új életre is. Amikor arról beszélt itt a Biblia, hogy távol voltunk Istentől, az a probléma, hogy kétféle képpen lehetünk távol az atyától. Amikor Jézus beszél erről az elveszett állapotról, elmond egy fantasztikus történetet, ami a, mi a tékozló fiú történetének tartunk, Lukács Evangélium 15. részében, igazából az elveszett fiúról szól, és még csak nem is így mondanám, hogy az elveszett fiúkról szól. Nagyon szépen látszik benne ez a kétfajta távolság. Az egyik fiú azzal került távol az atyától, hogy kikérte a jussát, elment, és olyan életet élt, ami szégyen volt a családjára, és mindenét eltékozolta. Ez egy nyilvánvaló rossz bűn, amiben nagyon sokan élnek. Istennek hátat fordítva messze elkerülve őt, ez az egyik távolság. Sajnos van egy másik távolság is, és eb rámutat Jézus a pont ebben a példázatban, amit sokan meg is értettek, akik körülötte voltak, azok, akik látszólag ott vannak közel az Istenhez. Itt ülnek, itt ültök az imaház padjaiban, ott vannak a templomba, de az Istentől távol. A szívük távol. És a tékozló fiú történetében ez a legdöbbenetesebb, hiszen a fiatalabb fiúnak volt visszaút, az idősebbnél nem láttuk ezt, pedig az atya kérlelte. Hogy aki nagyon közel érzi magát, vagy úgy látszik, hogy közel van az Istenhez, de a szíve van távol tőle. Aki közel van, mindennel rendelkezhetne, mindennel az övé lehetne, de mégsem teszi meg. Ez is a távolság, Atya szeretetétől. Mind a kettő nagyon nehéz. Ez talán még nehezebb, mert az egyik nyilvánvaló és egyértelmű, hogy olyan bűnben él, amit változtatni kell. A másik az sokkal jobban becsaphat bennünket, mert azt hiteti el velünk, hogy hát mégiscsak jó helyen vagyunk. Legábbis fizikailag. De a szívünknek az ura kell, hogy Krisztus legyen. Nem a szokásainknak csak nem bizonyos cselekedeteinknek, hanem valósággal és igazsággal a szívünket kell megváltoztatni. A szívünkben kell növekednie, felnőnie és megerősödnie. Enélkül nem működik az, hogy a mennyhez tartozunk. Amikor elkövettük Ádámban azt a bűnt, hogy Isten törvényét, Isten akaratát átléptük, és inkább a kísértőre hallgattunk, annak az lett a következménye, hogy az első emberpár is azonnal elbújt. És Isten kezdte el őket keresni, egy Mózes 3.9-ben olvasunk erről, hogy Isten teszi fel, hol vagy? Krisztus nélkül távol Istentől, a mennytől, Isten fölteszi a kérdést, hol vagy? Akár nagyon közel vagy, itt vagy, ebben a teremben, vagy éppen hallgatod, de mégis az Istentől távol van a szíved, azt kérdezi, az Isten kérdezi meg. Nem emberek kérdezték ezt meg, hogy hol vagy? Hát ő pontosan tudta, hogy merre volt, de nekünk kell fölismerni, hogy elbújtunk. Talán szégyenünkben, talán éppen büszkeségünkben, hitetlenségünkben, de elbújtunk az Istenről, vagy el akarunk bújni, azt hisszük, hogy el, elbújhatunk. Ne bújkálj! Krisztus azért jött el, hogy megtaláljon. Akár távol vagy, akár közel vagy. Ezért beszél itt a lélek által Pál erről a távolságról és a közelségről. Krisztus mindegyikünkért eljött, és mindegyikünknek rá van szüksége. Arra, hogy ő legyen az életünk ura, királya, vele együtt éljük ezt meg. Békesség Istennel és az emberekkel az felolvasott levél 16. versében olvasunk arra, hogy Jézus Krisztus pont ezért halt meg, hogy békességünk legyen az Istennel, és az ellenségeskedés pedig megölje. A békesség azt jelenti, hogy a helyemen vagyok az életben. Úgy is mondhatnám, és így még tágabb, hogy jó kezekben vagyok, vagyis az Isten kezébe. János Evangélium 14. rész 27. versében azt mondja Jézus, hogy ő egy olyan békességet biztosít számunkra, olyan békességet hozott el önmagában, amit sehol máshol, semmilyen más formában a világban nem tudunk megkapni. Az Istennel valóbi, valódi és igazi békességet. Mert ő fizette meg ennek az árát. A békének mindig ára van. Gondoljunk csak a háborúk végén, ott mindig valakinek meg kell ezt fizetnie. Krisztus volt az, aki megfizette annak az árát, hogy nekem békességem lehessen az Istennel. Ez az, amire én képtelen lettem volna. A békesség azt jelenti, hogy most az Istennel már élő és valódi szeretet kapcsolatban lehetek. Amikor nem attól kell rettegnem, hogy Isten haragja lesújt rám, vagy mi lesz az ítéletkor, mert tudom azt, hogy Jézus Krisztusban kaptam egy életet, egy befogadást, és szeretve vagyok. A kegyelem és az a békesség az a két lába a hívőletnek, majdnem minden levélben a kezdőnél ez is megjelenik, Római Levél első rész, hetedik verse is egy jó példa erre, hogy olyan alap az életünkben, Istennek a, a kegyelme és a békesség, amit az Istentől kaptunk, aminélkül hívőlepetet nem élhetünk. Kegyelem, amit mi is kaptunk, és mi is kaphatunk, és az a békesség, amit bennünk van. Na ez az, ami leginkább jellemzi azt, hogy az Úr az életünk Ura. Hogy irgalmasan tudunk, kegyelmesen tudunk fordulni másokhoz, és valódi békességünk van, és így is nézzünk másokra. És ez valósággal egy következménye a Szentlek jelenlétre, Krisztus jelenlétre. Az életem a Római Levél 12. rész 18. verseben olvasunk erről, hogy erre hívott el bennünket, ha lehetséges, amennyire tőletek teljék, éljetek minden emberrel békességben. Tehát ha békességre jutottam Krisztusban, Istennel, annak a következménye az, hogy békességben akarok élni másokkal. Nem mindig fog sikerülni, mert másokon is függ ez természetesen, de az én oldalamról, az én részemről nekem mindent meg kell ezért tennem. Ami rajtam múlik, ami tőletem, tőlem függ, azt ebben meg kell tennem. És a többit rábízni az Istenre. Merni rábízni azt, hogy bizonyos nézeteltérésnél, különbségeknél, legyen ő az, aki tovább viszi. De én békességet fogom munkálni. Mert azok a boldogok, akik békességet teremtenek, és nem azok, akik visszájtszítnak. Mégis hihetetlen belülről az jön, hogy sokkal könnyebben tudunk valami megütközést szítani. Mert abban sokkal jobban érzi magát az énünk, az önző énünk. Sokkal nehezebb a békesség emberének lenni, amikor valódi békességet hozok, olyat, amiben jól érezhetem magamat, és a másik is, mert otthon van, nem csak az én békességet. Néha avval keverjük össze, hogy nekem békességem lehet akkor is, hogyha valakit nagyon leszídok, valakinek jól elmondom a véleményemet, mert úgy az a békessége, hogy én jobb vagyok másoknál. Csak ez nem Krisztus békessége. Ő viszont ezt a valódi és igazi békességet az ahol tudom, hogy az én békességemnek az ára, hát ő fizette meg, és ezért kész vagyok arra, hogy beletegyem az én életemet és ezt mások felé. És azt mondja, még az Efizusi Levél második rész 16. vers, még egyszer idézve, hogy Jézus halála egyben megölte az ellenségeskedést is. És odolni, hogy önmagában. Vagyis Jézus Krisztusban. Az ellenségeskedés az életünkben úgy tud meghalni, amikor Krisztus egyre nagyobb lesz és egyre erősebb. Nem úgy működik, hogy ha ügyes vagy, megfelelő szavakat használsz, akkor majd leomlik az ellenségeskedés. Nem, legfeljebb jól el tudjuk titkolni. Az ellenségeskedés az Krisztusban tud leomlani, meghalni ő tudja ezt megoldani. Ellenségeskedés nélkül egyébként nincs élet a Földön, mert hogy hozzá tartozik sajnos a bűneset oltat, de nem mindegy, hogy kivel szemben történik ezt. Nézzük, hogy Isten mit mondott Ádámnak és Évának, főleg most Évának az ellenségeskedéssel kapcsolatban. Egy Mózes 3.15 azt mondja, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, ezt a kígyónak mondja, te utódod és az ő utódja között, az ő fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Figyeljük meg! Ha fölvállalom ezt, hogy a kísértő ellenséggel leszek, nem vagyok hajlandó vele békes kibékülni, akkor tudom az Istennek az akaratát betölteni, és ha Krisztussal együtt így tudok az emberekkel békességbe élni. Ha fordítva teszem, hogy megbékélek a kísértővel, beengedem az életemmel, és nem tekintem ellenségnek, nem tekintem valódi gonosznak, hanem megengedem magamnak azt, hogy ráhallgassak, akkor azt is jelenti, hogy biztosan ellenségeskedés lesz köztem és más emberek között. Gondoljunk csak az első emberpárra, illetve az első fiúkra, az első gyerekekre, Kainra és Áberre, pont ez történt. Az első testvérpár. Sikerült olyan ellenségeskedést támasztani, mert még az Isten nek sem volt hajlandó engedni, pedig figyelmeztető őt az Isten. Ezért kell Krisztust választanom. Ha Krisztust választom valóban, a szívemben, akkor a békességet fogom választani Istennel és az emberekkel, de ellenségeskedést a kísértővel ellenségeskedést azzal, ami rossz az életemben. Azt írja a Biblia, a római levélben olvassuk, hogy a test azt teszi, amit én akarok, én szeretnék. A római levél 8. rész, 6. 7. verse, a test törekvése halál, a lélek törekvése békesség, élet, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvények nem engedelmeskedés, nem is tud engedelmeskedni. Tehát amikor úgymond azt teszem, amit akarok, és erre még büszke is vagyok, akkor nagyon vigyázat, ez az ellenségeskedés útja. Mindenképp valakivel bele fogok adkadni először az Istenbe. De utána emberekbe is. Amikor megértem azt, hogy a mennyei atyám tényleg a legjobbat akarja nekem, és nyugodtan lehetek az ő gyermeket, a lélek azt fog, ahhoz fog, hogy mit akar az Isten. És az, hogy legyen meg a te akaratod. Ez tényleg ég és föld, pontosan. Ez, ez a különbség a kettő között. Hogy mit választok, kivel fogok ellenségeskedni, és kivel fogok békességben lenni. Ha meg akarok békélni önmagammal, az saját kívánságaimmal, az azt jelenti, hogy nem tudom Krisztust úrá tenni az életembe. Mert akkor mindig az lesz, hogy én mit akarok. Amikor Krisztus úr az életemben, akkor az a kérdés, hogy te mit akarsz, Uram? Hova vezet és mit szeretnél? És az a csodálatos ebben, hogy akik átéljük ezt, hogy ekkor leszek igazán önmagam. Ekkor találom meg azt az utat, ami az én utam arra, ami azt, amit teremtettem. Nem akkor, amikor azt teszem, amit akarok. Egy kicsit talán átélhetjük egy kisgyermeknek az életében. Hogy egyszerűen létszükséglete van egy kisgyereknek az életében, hogy a szülő segítse, hogy mi a jó neki. Gondoljuk el, milyen tragédiák történnek, hogy azt csinálna egy kisgyerek, amit akar. Most nem csak, hogy a tűzzel játszik, van, nem, a tűzzel. Nem tudja, hogy milyen veszélyek leselkednek. A fogalma sincs. Azért kell szülőként ott lenni. Ezt pontosan érezzük, hogy megfogjuk a kezét. De nem azért, hogy ne növekedjen, ne teljesedjen ki. Pont azért, hogy kiteljesedjen az élete, teljes legyen, hogy növekedni tudjon, hogy ne legyen vége emiatt. Ne nyúljon egy konnektorba bele. Vagy éppen ne forrázza le magát. Mert kíváncsiságból biztos, hogy megcsinálná. Később megtanulja természetesen. A mennyi atyánk pont ugyanezt szeretné. A lélek által leszen, hogy életünk baradjon, és életünk legyen. És hogy lebontsa azokat a falakat, amelyeket fölépítünk. Miért építünk falakat? Hogy megvédjük magunkat. Attól, hogy mások bántsanak. És ezek valós igények. Nagyon rossz az, hogy bántásokat kapunk, különböző kritikákat, leszólásokat, főleg azoktól fáj, akik közel vannak hozzánk, Azoktól fáj legjobban. És ez egy valós érzés. És emiatt felépítjük azokat a falakat, amelyekkel úgy gondoljuk, hogy megvédhetjük magunkat. És ilyen az ellenségeskedés fala. Akivel ellenségbe keskedek, tudom, hogy az ellenségem, tehát amit tőle kapok, akkor az nem úgy fog fájni, legfeljebb már előre készülök rá. Mit jelent az, hogy Isten lebontotta ezeket a falakat Krisztusban? Az, hogy egészen másképp tekinthetek az embertársamra, a mellettem levőre, akár a házastársamra is. Úgy, ahogyan Krisztus tekint rá. És ez a változás. Nem én változtam csak meg, hanem az, hogy ha Krisztus bennem, én vele együtt láthatom, és nem ellenségnek kell látnom, hanem már látom azt, hogy Krisztus ő érte is milyen árat fizetett. Mennyire szerette és szereti, és rajtam keresztül is szeretni akar. Nem véletlenül arra hívott Krisztus, hogy szeressük az ellenségeinket. Ez értelmetlen, érthetetlen Krisztus nélkül. Hiszen mi a csodának szeressem az ellenségeim, de az ellenségeim azért vannak, mert rosszat akarnak nekem. Csak Krisztussal együtt érthetem meg, hogy hogyan fordul ez át. Hogy bennem. A szívemben, a lelkemben Krisztus által tényleg áldás lesen. Vagy Krisztus van a szívemben, vagy ellenségeskedés. De Krisztus Jézus azért jött el, hogy ő erősödjön meg. Hogy ne tegyük azt, és ne tegyük félre, ne ismerjük fel egyre inkább, hogy Krisztus csapatához tartozunk. Azt mondja, hogy együtt épülni Isten házává, templomává, ezzel fejeződik be ez a az az igaz szakaszt, az, hogy egy csapat vagyunk. Gondoljuk egy hadseregre, ami különböző ezredekből, századokból, különböző részekből áll, hát a vége lenne, ha egymás ellen fordulnának. Azért, mert az egyik egy ilyen tiszt a másik egy ilyen parancsnok alatt van, a kettő más feladattal az egyiknek mondjuk éppen a gépekkel van dolga, a másiknak másokkal, ha egy hadsereg egymás ellen fordul, akkor tönkre megy. Ha azok, akikkel együtt kéne harcolni, egymás ellen fordulnak, akkor nem tudnak az ellenség ellen harcolni. Ezt szeretné a gyülekezetbe, Isten népébe is elhinteni a kísértő. Annyiszor látszik ez, hogy elhisszük neki, hogy a testvérem az ellenségem. Hát hihetetlen. Hogy tudjuk ezt elhinni? hogy az, aki mellette, akivel együtt kell harcolnom, abban egy ellenséget, egy ellenfelet látok. És nem azt, akivel együtt kell küzdenem. Független attól, hogy egyet értek -e vele, nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem látom, hogy valami hiányossága, hibája van, feladatom, hogy akkor segítsek neki. De mi arra hívott el Krisztusban, hogy felismerjük, hogy együtt vagyunk, egy csapatban vagyunk Krisztussal, együtt egy csapatban. Azzal meg ahhoz tartozik, hogy együtt közdjünk. Erre születtünk, hogy felépüljön bennünk is, és általunk is Isten országa, Isten népe. És ezt szeretnék most is folytatni. Azzal, hogy egymás között is ezekről szeretnénk beszélni. Néhány kérdést írtam föl a kis csoportos beszélgetésre. Természetesen lehet ezeken túl is kérdéseket, föl is olvasnám ezeket a kis csoportos kérdéseket. Miből mentett ki téged Krisztus? Ugye ja, úgy kezdődött ez az igaz szakaszunk, hogy emlékezzetek arra, hogy honnan indultatok el Krisztustól távol. Másik ehhez kapcsolódó kérdés, mi lennél nélküle, Krisztus nélkül? És mi lettél vele? Másik ilyen kérdéscsoport, hogy hogy talált meg téged Istennek a békesség? Hogyan érezted meg azt, hogy, hogy Istennel kibékültél, megbékültél? Harmadik ilyen, hogy milyen ellenségeskedésnek kell benned még meghalnia, ami most ott van még, de le kell omlolnia, meg kell halnia. És a negyedik, ha lesz időre, hogyan épülsz be Isten házába, templomába, mi a te feladatod, szolgálatod, vagy éppen szereped ebben? Ezek lesznek azok a kérdések, amik a következő közel egy órában, vagy ebédig, délig előttünk lehetnek. Erre hívlak mindenkit. Majd egy imádság után azoktól, akik online követnek bennünket, elköszönünk.